Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizut látják. A mai műsorban olyan ismert és elismert művészeket hívtam, akiknek a járványhelyzet nagymértékben befolyásolja most az életét. Szeretném, ha megismernék vendégeimet. Itt van velünk Varga Gabriella színművésznő. Üdvözlöm a kedves nézőket és a kollégákat. Knajfel Imre, iskolaigazgató, zenész. Én is mindenkit üdvözlök. És Horváth Elemér, hegedűművész. Szintén, én is üdvözlök mindenkit. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok. Örülök, hogy összetudtuk hozni ezt a személyes találkozást. Bár mondjuk lehet, hogy kicsit jobban élveznénk, hogyha már közönség előtt láthatnánk titeket, mindannyiótokat. Picit fogunk erről is beszélni. Beszéljünk majd egy picit a járványhelyzetről, hogy hogy érintett titeket, és szeretném, hogyha a nézők egy kicsit jobban bele tudnának látni a ti életetekbe. Hogy honnan jöttetek, hogy merre visszazutatok. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt vagytok. Én is köszönöm a meghívást. Beszéljünk egy picit arról itt a műsor elején, hogy ez a járványhelyzet, hát ugye, ahogy mondtam, nagy mértékben befolyásolja az életeteket, minden területét. Hát ugye a színház az most nincsen jó ideje, ugye már az előző évad is nehézkes volt. Bizony. Ugye a zenészeknek hát ugye egyszerűen most irreális a helyzet. És hát a tanároknak meg, hát ugye most elmondhatjuk, hogy az iskola az éppen most nyitott újra, hétfőn elindult, de ugye neked azért számos más terület is van, amiben érint. Picit meséljetek, hogy hogy éltétek meg eddig ezt az időszakot, és most mi van, mi a helyzet? Akkor kezdem én. Hát változó szerintem hullámokban próbálja ezt az ember átvészelni. Először is azért, mert az ember ugye nem tudja, hogy meddig tart. Ugye ennek itt ez a bizonytalansága, hogy lélekben, és akkor mindig egymás között is beszéltük, figyeli az ember a híreket, hogy mire is trenírozza magát, de tulajdonképpen én már egy idő után ráálltam arra, hogy egyszerűen nem lehet várni azt, hogy nem bár csak egy hónap, és már mindjárt ott, tehát muszáj ennél. Hát ez rugalmasság, vagy valahogy alkalmazkodni ez a fura időtlenséghez. Az biztos, hogy nyilván az eleinte több volt legalábbis bennem, vagy úgy érzem a kollégákban is, hogyha beszélhetek egy kicsit az ő nevükben, azért próbáltuk tartani a kapcsolatot. Először még a lendület. Jaj, de jó, soha nem volt szinte ilyen. Hát például azt azért el lehet mondani, minden helyzetben ebben is azért vannak nyilván nagyon pozitív dolgok. Tehát éppen tegnap este jutott eszembe, hogy nemhogy régen szerintem tulajdonképpen soha nem volt az, hogy mondjuk a család, a lányom, a férjem reggeli, ebéd, vacsora. Tehát, hogy leülünk, mindenki ott van, és senki nem rohan sehova, és mindenki odaérkezik, és nyugodtan étkezünk. Tehát ilyen, most így ezekre így rácsodálkozok, hogy na hát, hogy van ilyen is. Hát igen, mert ugye látok hétvége sincs. Hát így, nincs. Hát van ünnep, hol van, hol nincs, hol egy születésnap, nagy nehezen összeszervezni, abban hol van a rohanás, tehát valóban nekünk ez a hektikusság, ha már így az időről beszéltem az előbb, hogy nekünk nincs semmi rendszeres időbeosztásunk, már ezt is nyilván, nem tudom, 20-akárhány éve a pályán az ember megszokja, bár a családtagjaim például így se tudják megszokni, ha nem is a férjem, de akár a szüleim, vagy a tágabb környezetben azért ezt még mindig nem tudják. Úgyhogy visszatérve először még volt az a lendület, hogy azért ezt jól lehet használni, meg a rengeteg kalács, kenyér és mindenféle sütemények kipróbálása. Aztán jött egy hullám, amikor Jézusom, soha nem lesz vége. Tehát ugye nekifutottunk, tehát például éppen Zsolt és Ádóra, akkor kerek egy éve kezdtünk el egy olvasót, most egy évre rá szintén egy napig tudtunk összejönni és találkozni, és megint akkor pont úgy jött ki. Tehát ugye ezek a... Úgyhogy én megmondom őszintén, nyilván az emberben benne van az a vágy, hogy ezt mind pozitívan kezelje, de summa summarum, tehát azért most már... hosszú. Tehát főleg egy színésznek azért az idegrendszerével dolgozik, lehet szép verseket olvasni, és ez mind nagyon klassz, és nyilván próbáljuk az online teret, és én azt gondolom, hogy ezt is lehet különben kreatívan használni, és muszáj is, tehát nem lehet azt mondanunk, hogy ez úgysem az, és ez nem ugyanaz, persze, hogy nem ugyanaz, de akkor is valahogy ezt használni kell. De azért azt, hogy kiállni, hát ami egy előadás, 2,5 órán keresztül most szerep nagyságától függetlenül, de jelen lenni, koncentrálni, felkészülni, az megmondom őszintén, az biztos, hogy egy komoly kihívás lesz, amikor végre újra kezdünk, hogy ez megint kondícióba kerüljünk mi színészek. Tehát most nyilván szöveget tanulni nem felejtettem el.
De az, hogy mi az a jelenlét, mi az az idegrendszer, az bizony egy gyakorlati foglalkozás. Na hát, úgyhogy most ezt nagyon várom, várjuk. És nálatok akkor online oktatás, gondolom? Így van, igen. Ez is azért egy másfajta kihívás, mert hát ugye a gyerekek iskolában szoktak lenni, színésznők, meg nem feltétlen. Végül is most ez se rossz dolog, hogy most aktívan részt kell, hogy vegyek ebben. Tehát ugye eddig úgy jobban rá volt bízva, de azért most azt látom, hogy például nekem sokkal jobban ki kell kérdeznem, ez pont ma volt meg tegnap. Mondtam, kislányom, muszáj, tudom, hogy nagylány vagy, meg 12 éves, de nem, tehát egyedül azt látom, hogy még ő ezt nem tudja. Tehát muszáj volt, de hát nyilván nem is baj, most van rá időm, szépen történelmet, angolt, ülünk és tanulunk. Hát most ez, most erre van idő. Úgyhogy most ezt így. Elemérhet nálatok, ez egy nagyon nagy kiesés, hogy jelenleg nem lehet koncertezni. Hát igen, tulajdonképpen már egy éve, hogy nem állhatunk színpadon, sajnos. Hát tavaly, ahogy elkezdődött ez a vírusjárvány, tehát tavaly nyáron volt másfél hónapunk, amikor tudtunk aktívan koncertezni, és nagyon nehéz ez nekünk, mint anyagilag is, hogy nincs munkánk, tulajdonképpen nincs bevételünk, viszont nekünk ki kellett találnunk valamit. Én jelen esetben azt találtam ki, hogy online hegedűt oktatok, így úgymond szerencsém van, hogy ebből van bevételem, és igazából a Gabi is úgy mondta, hogy mégse ugyanaz, amikor elmond egy verset, hogy nincs közönség, nincs visszajelzés. Mi ezt úgy oldottuk meg a testvéremmel, hogy van nekem a hegedűművész, Horváth Elméremi hegedűművész rajongói oldalam, és ott szoktunk rendszeresen bejelentkezni, és ott szoktunk adni egy élőben egy koncertet. És aminek akkor mi nagyon örülünk egyébként. Köszönöm szépen. És igazából mi a rajongókkal, mi így tartjuk a kapcsolatot, úgyhogy valamilyen szinten. Nekünk se ugyanaz, amikor elmegyünk egy fellépésre, egy koncertre, hogy tényleg eljátszunk egy dalt, és nincs visszajelzés, nincsen taps, nincsen reakció, tehát közönség. De viszont így a modern világ, ahogy lehetőséget adott erre, így ez nem olyan rossz dolog végül is, hogy azért tudjuk tartani a kapcsolatot a közönséggel és a rajongókkal. Igen, azért ugye szül új dolgokat is. Abszolút. Ez a helyzet mindenképpen. De hogy még így az online oktatásodra visszatérve, azért a hegedűt, illetve egy hangszert tanítani, anélkül, hogy megmutatnád, hogy kell megfogni egy test közelből, azért az úgy nehéz. Igen, nem? Igen, nagyon nehéz volt, de viszont én kifejlesztettem egy ilyen technikát, meg egy ilyen rendszerességet, hogy belegondoltam abba, hogy például engem, ha nem tudnék hegedülni, akkor hogy tudnának engem megtanítani. És Tehát elsőnek nagyon nehéz volt, de aztán rájöttem a technikára, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Igazából a motivációt azt abban adom meg a leendő növendékeknek, hogy megtanítom nekik a kedvenc dalukat. Nyilván egy előkészület kell ehhez, egy technikai tudás, hogy ezt meg tudják tanulni, illetve még a kottát is meg tudom nekik tanítani, hogy megtanulják a kotta olvasást. Úgyhogy kollégákkal beszéltem, akik csak tanítanak, hogy ők is meglepődtek, hogy ilyen jól meg tudom őket tanítani, úgyhogy nekem is egy ilyen pozitív visszajelzés volt ez. És nagyon sok helyről egyébként vannak diákjaim, tehát van Hollandiából is, van Bécsből, Magyarországból több tanítvány, és van olyan is, aki csak, hogy ő csak a kedvenc nótáját, magyar nótát szeretné megtanulni, mert az anyukájának ezzel szeretne kedveskedni, és hogy neki ez a célja. De van olyan, aki például a zeneakadémiai felkészítőre készül, és segítek neki ebben. Viszont a másik fele, amit mondasz, az online koncertezés, az viszont tényleg szerintem a rajongókat, mint például mi is a lányaimmal, lelkes rajongóitok vagyunk, hát megörvendeztet minket. Tehát, hogy tényleg a legutóbb, a költészet napján volt talán egy ilyen élő bejelentkezésetek. Így szurkoltunk, hogy csak még. Igen, igen. És hogy annyira kell az embereknek ez a feltöltődés. Igen, rengeteg üzenetet kapok, tehát így privát üzenetet, hogy mikor lesz koncert, mert hogy annyira jó volt, hogy kicsit kizökkenti őket ebből a
ebből a jelenlegi helyzetből, amit sajnos, hát ez egy szomorú helyzet, tehát akárhogy is látjuk, ez sajnos a lényeg az, hogy igazából, tehát mi próbáljuk kizökkenteni egy kicsit lelkileg is az embereket, hogy legalább akkor elfelejtsék a gondokat, bajokat, és kicsit jól érezzék magukat abba az egy óra hosszába, vagy egy fél óra hosszába. Hát én azt hiszem, hogy nagyon kivannak már éhezve az emberek a zenére, a színművészetre, a film, akár film darab, majd erről beszélünk egy kicsit. Viszont hát a ti zenétek, a népzenei kultúra, hát ez is most ugye nem annyira van rá lehetőség, hogy ugye ezeket hallgathassuk élőben. Hát igen, ennek a legnagyobb vesztesége ott érzékelhető, ami a személyes kontaktust, amit te is mondtál, te is érintetted. Tehát, hogy amit muzsikálunk, azt valakinek mutatjuk. És ha feltételezem, hogy a műszaki dolgok másik oldalán ott valaki néz engem, akkor azt el kell képzelnem, és akkor feltételezve azt, hogy ő engem hallgat, és szereti ezt, amit zenélek, muzsikálok, akkor ennek elégnek kell lenni. Ebbe kellett belenyugodni, de nem csak ezen a területen, hanem tulajdonképpen minden olyan momentum nálam, ahol a személyes kapcsolat nagyon fontos. Úgyhogy nekem annak idején az első, a legnehezebb része az volt a dolognak, hogy a saját magam létezését, mozgását, életét figyelve kellett beosztanom azt, hogy most mit kell máshogy csinálni. Ugye voltak ijesztő adatok, meg hogy mennyire, és nem egyenes ez a vírus, ugye finoman szólva, mert nem lehet tudni, hogy mikor találkozunk vele, és ezért az embernek fel kell készülni azokra a helyzetekre, ahol magát elszigeteli, hogy mondjam, csak a vírustól, megszokni ugye a maszkot. Én szoktam kezet mosni, de most többször kezet mosni. És egy sor ilyen dolog, és aztán ugye hát ezen túlmenőleg pedig, ha csak azt nézzük, hogy az én általam tanított tárgy, az énekzene, az eleve egy csoportos művészeti megnyilvánulás vagy forma, tehát együtt énekel 20-25 vagy akár 80 gyerek vagy felnőtt. Ezek teljesen becsukódtak, ezek a kapuk. Úgyhogy például a felnőtt kórusommal, az Alba Régia kórussal, hát így távolról integetünk egymásnak, időnként levelet írunk. Megpróbáltuk, hogy össze lehet-e hozni olyan együtténeklést, amit néha látunk, de ilyen szuper produkciókban, de hát azoknak szuper technikai háttere van. Tehát az, hogy azonos minőségben, hangerőben, és aztán profi módon összekeverve ez egy élvezhető, hallgatható dolog legyen. Úgyhogy egyébként ők meg nem élik át azt, tehát ők sem, mert ki külön otthon énekel rá, csak utána esetleg együtt örvendeznek a jó sikerült zeneműnek. Tehát ezzel megpróbáltuk, de hát az első alkalommal egy nem természetes kánon alakult ki, ami alatt azt értem, hogy minden elcsúszva jött, és akkor mondtuk, hogy na akkor ezt többet nem próbáljuk. Úgyhogy például mondjuk az énekóráimon megint csak egy feltételezett együttműködés mentén haladva, éppen ma is bánt-bánt hallgattuk, ugye egyszer elkezdjük hallgatni, utána visszatérünk a dolgokra, amiket meg kellett figyelni, vagy amikor valamit tanulunk énekelni, akkor én énekelem, és talán megdicsérem őket, hogy milyen szépen énekeltetek velem, de fogalmam sincs, hogy... Ez azért van egyébként, mert nem lehet énekelni az órákon? Mert ugye nálunk például... Az első ok, igen, tehát igen, de most meg azért, mert nincsenek ott. Tehát, és akkor ez így úgy működik, hogy én énekelek, és feltételezem, hogy mint annak idején az énekzene órákon is velem énekeltek, most is, csak ezt nem tudom, nem hallom. Ezért szoktam megdicsérni, nagyon szép, én már hallom, hogy hogy szól ez, hogy milyen gyönyörű. Más nem lehet más módon magával ragadni, vagy legalább cipelni őket, és hát szegények, már mint a gyerekekről beszélek, ők maguk is, hát egyszerűen a körülmények hatására visszadugulnak, visszapunnyadnak, nem tudom, milyen szót fejezek, tehát egyszerűen ellustulnak, szinte még az agyműködésük is lelassul, mert egyszerűen ülni egész nap egy gép előtt, és úgy énekelni, hát az... És most, hogy újra nyitott az iskola?
Most maszkban vannak. Hát akkor igen, maszkban vannak. Nekem nagyon furcsa volt, mert eddig is bent voltam, hogy hirtelen zajok lettek az iskolában. Futnak, visítoznak, hát ugye alsósok jöttek vissza, és hát ott nem lehet ezt meggátolni, akadályozni. Igen, de nagyon nagy szeretettel és tényleg vágyakozással várták már a tanítónénik is a gyerekeket, mert ők is szenvedtek attól, hogy valami kérdést föltesznek, hogy valamit mondanak, és még az se jön vissza, hogy tehát hogy fölfogta, hogy megértette, hanem hát biztos megértette. Így nagyon nehéz haladni, és nem csak az énekre, minden másra, egy matekra is igaz, ha nem látom, hogy írja. Esetleg amit visszaküld, de hát abban nem tudom, mennyi szülői segítség van benne. De van látványos... Van látványos javulás is. Például valakinek ez a fegyelmezett keretekben szorítás, ez jó hatással volt, mert ez saját bevallása szerint egyik nagylány tanítványom mondta, hogy amikor órán vannak, akkor néha vannak olyan pillanatok, vagy fél percek, amikor minden fontosabb, mint az, amit a tanár mond. Ott pattársaival. Tehát most meg ugye egyedül ül ott, és volt, aki kifejezetten jobb tanulmányi munkát végzett, hogy így mondjam. Javított, akár két jegyet. És ezt egyedül érte. A gimiben ott igen. Tehát olyanok mondták, hogy igen. Persze van ennek ellenpéldája is, de ez így van. Hát, hogy a Gabi az előbb mondta, hogy mindenki ötös mindenből. Nálunk akkor született meg tavaly az első ilyen online oktatás alatt a 6-os jegy, mert ugye mindenki tényleg annyira túl teljesített már, hogy ugye a szülőknek a segítségét vélte a tanár felfedezni, és akkor mondta, hogy mindenki 6-os, persze, de majd, ha visszajöttek az iskolába. Igen. A te történetedre visszakanyarodva, illetve most erről jutott eszembe, hogy ha megengeditek, hogy elmeséljem, hogy tavaly nálunk a mi osztályunkat, én szoktam próbálkozom azzal, hogy felkészítsem pedagógus napra, hogy megköszöntsük a tanárainkat, és az első évben úgy működött, hogy bementem, és akkor minden tanítás előtt nagyon halkan egy ilyen bluetooth hangszóróval elénekeltük, de ilyen nagyon halkan. És persze akkor, amikor kellett, akkor nagyon szépen előadták, de minden nap így, nem tudom, 3 hétig gyakoroltuk. Ezt tavaly megpróbáltuk online. És hát ugye mi nem úgy, hogy felvettük mindenkit, hanem ugye, hogy megpróbálunk egy egyszerre éneklést, hát szerintem egy hétig próbálkoztam, aztán feladtam, hogy ez nem működik. Úgyhogy igen, megvannak az előnyei és a hátrányai is, tehát hogy így nektek semmiképpen nem jó ez. Igen. Aztán olyanok voltak, hogy elmentünk a Tilinkóval egy hétvégi kirándulásra, és egy olyan helyre mentünk, olyan helyen aludtunk, ami jó nagy, hát legalább ekkora szoba volt, mint ami itt van. Nagy asztallal és körülötte elfértünk, és elvittük a hangszereket, és ott tulajdonképpen magunknak, de zenéltünk. Film is készült róla. Hát ez már öröm lehet egyébként. Az asszonyok táncoltak, de abban a szűk körben. És egyébként hallom már a kéréseket, meg a vágyakozások úgy megszólalnak, hogy mikor folytatjuk már, mikor. Különben azért például mi is, vagy én is nyitott új lehetőségeket, tehát új vizeken nevezünk egy kicsit. Hogyha ezzel, hát még nagyon kezdetlegesen, de mégis ez is örömmel tölt el, hogy nyilván, hogy mit csináljunk az online térben, és tulajdonképpen az a lényeg, hogy volt egy mai popdal, amit én elküldtem a Manónak, aki a színház korrepetítora, és mondtam, hogy hallgass már meg. És hogy akkor te zongorázz, én pedig majd szépen elénekelem, de hál' Istennek annyira megtetszett neki a dal, hogy azt mondta, hogy hát figyelj, szerezzünk már még hozzá a színházból, vagy valahogy, tehát hangszerpajtásokat. És akkor tulajdonképpen hát túlzás, hogy zenekar, mert azt még nem mondanám, mert nem vagyunk annyian, de mégis a magunk módján ezt is túlzok, de hát mégis, hogy lehessen érteni, hogy miről beszélek, egy mai pop számot azokra a hangszerekre, amik nekünk van, valamilyen módon, hát nem utánoztuk, mert azt nem is lehet. Ugye? Tehát ugye ez az előadó művészetnek a szépsége, hogy egy másik műfajban, ami tulajdonképpen egy mai dal, és nem is sanzon, és nem is kabaré, hanem egy popdal, az hogy tudjuk zeneileg, zenei nyelven
akár én másként elénekelni, ez különben konkrétan egy Lady Gaga szám, és azokkal a hangszerekkel mégis azt a világot, vagy a mi saját stíl, nyilván ezek még nagyon keresések, de közben nagyon izgalmas, és ennek például az az előnye, hogy akár egyenként is, én meghallgattam az alapot, a fülembe, én egyenként bementem a hangmérnökkel, akkor ő fölvette, akkor már azt a dalos verziót elküldte a többieknek, tehát ezt most ebben a helyzetben pont meg lehetett oldani, hogy egyszerre nem kellett, hogy ott legyünk, és így szépen küldözgettük, és mindig rákerült egy szaxofon, rákerült egy gitár, rákerült a dal, úgyhogy most már különben összeállt, és egyszer volt egy zenekari próbánk is, de elég volt egyszer, úgyhogy most így kedvet kaptunk, mondtuk, hogy most éppen ez a technikai, meg ez a lehetőség, most ez így például pont jó ez a dolog. Úgyhogy most ilyenekkel is. És ennek az eredményét mikor lehet hallani? Most már meg lesz hozzá képi anyag is, és akkor fel lesz téve. Úgyhogy vannak azért izgalmas utak ezekben a helyzetekben, hogyha az ember úgy nagyon, nagyon keresi, igen, akkor talál valami olyan. Nekünk is ugyanez van, hogy ez a karantén úgymond nekünk is egy ilyen új műsort, most meg tudunk tanulni, új repertoár, tehát tudjuk magunkat fejleszteni igazából, ha majd szabad lesz az út, és akkor tudunk személyesen is találkozni a közönséggel. És például visszatérve nekünk is ez az élő bejelentkezés, amikor szokott lenni, ez a kis koncerteket adunk, rengeteg kérés van, hogy ezt szeretnék hallani, azt, és akkor a tesómmal mi is ezt csináljuk, hogy ilyen popdalokat, és hogy egy hegedű és egy zongorár, hogy tudjuk azt megoldani, hogy az jó legyen, és igen, így kísérletezgetünk, igen, mi is, igen, és úgy. Mi nálunk pedig a szólampróba az, ami előre mutató valami, de az, annak is a gyümölcsét majd akkor aratjuk le, amikor találkozunk. Igen. Tehát azt, hogy egy művet megtanulunk az előbb felvázolt módszerrel, hogy én énekelem és ő énekel velem, de ezt én nem hallom. Tehát ezen a módon előkészíteni egy művet, és aztán amikor majd lehetőség nyílik találkozni, akkor összerakjuk. Különben, ha minden igaz, ezt nyáron élőben is elfogjuk. Hogy nem csak ez az online történet, vagy akkor végre kitérni a való életbe. Azt látom, hogy mindegyiketeknek nagyon hiányzik a színpad, arra emlékeztek nagyjából, mikor álltatok utoljára színpadon? Hát én igen. Én is. Együtt álltunk szerintem. Te igen. Vagy neked nem, az volt az utolsó? Nekem volt egy olyan lehetőség, hogy karácsonykor egy karácsonyi koncertet. Az is furcsa volt, hogy egy templomba játszottam a testvéremmel és egy kollégámmal, Buk Tibor művész úrral, és a templom üres volt, és online ezt kiadták, úgy lehetett megoldani akkoriban, hogy egy kamerás volt, és tulajdonképpen négyen voltak, és üres volt a templom. Szóval ilyen kicsit ilyen illúzióromboló volt. Igen, nem, igen, nem, így mégsem. Tehát akkor tulajdonképpen akkor együtt voltunk. Aztán most értelem belegondoltam, hogy nekem utána volt egy próbaidőszak, aminek lezárásaként tulajdonképpen egy belső házi főpróbát tudtunk csinálni, hát nyilván nem nézőkkel, azért egy páron kollégák vagy a színházból meg tudták nézni, ez az Egérfogó című előadás, tehát az elkészült, és akkor majd azt is nyáron, hogyha lesz lehetőség, játsszuk. Ez februárban volt szerintem, igen, az volt az utolsó. És akkor utána megint jött egy zárás, igen. Mi a Zenei Világnapot próbáltuk annak a hangversenyét pótolni egy szabadtéri előadással. Ugye a sportcsarnokban szoktuk ezt a majdnem 2000-es résztvevővel ezt a hatalmas rendezvényt, most már több mint 10 éve megrendezni. És hát a Városház téren, a magas járdán, ott a lovasszobor mellett, polgármester úr támogatásával ezt még meg tudtuk tenni szabadtéren, jó messze állva egymástól. És gyakorlatilag egy ilyen mini zenei világnapi hangverseny volt, több énekkar, óvodások, hangszeresek, a szimfonikus zenekar közreműködésével. Utána pedig hát még a halottak napi hangverseny, ahol nagyon kellett vigyázni arra, hogy a templomban milyen távolságban egymástól, de még elénekeltük a Magyar Requiemet, Daróczi Bárdos művét. És utána, hát ez már ilyen kicsit titkos, de aztán végül is jól megoldott alkalom volt, amikor a 12-eseinkkel a szalagavatójukat a Prohászka templomban egy teljesen széthúzott nagy mezőnyben, ahol akár egy 3-4 méterre is voltak egymástól, a szülők pedig a mise rendben megtanult ülésrendben, tehát szintén távol, minden második sor kihagyva, ezt megnézhették, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez sikerült, mert annyira sajnáltam őket, és sajnálok mindenkit, aki ezektől az élményektől
és elesik amiatt, hogy nem lehet együtt lenni, meg együtt énekelni. Úgyhogy az volt az utolsó ilyen lehetőségünk, az jól sikerült, azóta várunk. Beszéljünk egy picit, most pakoljuk félre a járványhelyzetet, és beszéljünk egy picit arról, hogy abban, amit csináltok, abban hogyan csöppentetek bele. Mindig is erről álmodoztatok, ami most vagytok, tehát megjött az az eredmény, amit szerettetek volna. Honnan indultatok? Gabi, veled kezdjük, szentesi lányként. Szentes, igen. Ott kezdődött. Vagyis, hát fura, hogy hol kezdődik. Nyilván általános iskolában versmondás, Szentesen ugye az már egy irodalmi, drámai tagozat, tehát valamilyen szempontból már egy irány. És ott már minden délután voltak ilyen foglalkozások, aminek az volt a neve, hogy pszichotréning, illetve volt színházi alapismeretek óra, volt beszédtechnika óra, tehát ez már a középiskola. De fura mód, ez akár furcsa, akár nem, lehet, hogy csak bennem érett meg. Én még egészen negyedik végéig én egyáltalán nem fogalmazódott meg az bennem, hogy profi színésznő, rivaldafény, állok, itt vagyok. És tehát ez... nagyon sok olyan kommunában élő színházi alkotótról néztünk felvételeket, például Grotowski, ilyesmi, ez borzasztóan izgatott. Tehát ez, hogy egy ilyen teljesen ilyen szerzett és életmód, és akkor mindig tréningeztek, és akkor együtt is készült az előadás. Tehát ez az irány. De tulajdonképpen nem azodok, azt mondom, hogy az akkori osztályfőnökön mondta, hogy Gabi, nem akarsz a színművészetire? És akkor és mondtam, hogy de, végül is miért ne? És készültem, és komolyan is vettem, tehát ez nem azt jelenti, hogy nem érdekelt volna, de tulajdonképpen ez úgy, és ha elsőre nem vesznek föl, különben fogalmam sincs, hogy, de valószínűleg fura, mert felvételiztem, és ugye a harmadik forduló ott az az egyhetes rosta. És ha jól emlékszem, ott volt az a pillanat, pedig nagyon kemény volt, Horva István volt a tanárom, Isten gyavasztaljává meghalt, de nagyon kemény, szigorú úriember volt, és igazából mégis valamiért ott fogalmazódott meg bennem, hogy én ezt akarom. Ez jó. Nekem ezt kell, ezt így csinálni kell. De igazából az igazi nagy megerősítés, az meg sokkal később, azt nyilván sok mindennel összefügg, de tulajdonképpen a gyermekem születése után. Tehát fura mód, nyilván most nagyképűsök azt mondja, hogy ó, addig nem érdekel, félreértés nem essék, mert mindig komolyan vettem, sőt, néha túl komolyan is, nagyon is ilyen megfelelős voltam szerintem sokáig a pályám elején, de igazából talán ott lett az enyém, lehet, hogy így mondom, vagy ott értem meg rá, vagy ott kezdtem el igazán ezt talán jó arányban, hogy nem csak valami megfelelősdé, hanem hol van ennek az igazi öröme, mindenféle jó dolog ezzel kapcsolatban. Úgyhogy az pedig a gyermekem születése után, én 3 évig otthon tudtam velem maradni, hál' Istennek, és akkor én már Székesfehérvárra jöttem vissza. Tehát tulajdonképpen nekem Fehérvárhoz, a Vörös Márti Színházhoz kötődik az, hogy itt mertem kimondani azt képletesen is, de igazából is, hogy akkor én színésző vagyok. Most, ami még most is ilyen szerénykedve mondja ki az ember, mert mit tudom én, de igazából ez így történt, tehát itt fogalmazódott akkor meg. Akkor ezek szerint közben megjött a magabiztosságod is. Így van. És abszolút. Akkor itt Fehérváron már egy érett színésznővel találkozhatunk. Hát én biztos, hogy magamon is éreztem, de mások is azt jelezték vissza, főleg akik régebbről ismertek, hogy nem, nehéz ez szavakba önteni, igen, de hogy lett kerek ez a dolog. Tehát addig valami után úgy igyekeztem megfelelni, mint színész, és nagyon-nagyon komolyan vettem, de az ott egy, nem tudok erre jobb szót, inkább egy igyekezet volt, vagy legalábbis így éltem meg. Hát nyilván kívülről nehezen látja ilyenkor magát az ember. De biztos, hogy itt mertem mögé állni. Tehát, hogy itt volt, és borzasztóan hiányzott is már, 3 évig otthon voltam, nagyon jó volt, de arra is pont jó volt, hogy ezt megfog... Hát meg ugye az ember olyankor meg is kérdőjelezi magába, hogy vissza akarsz menni? Oda akarsz visszamenni? Ezt szeretnéd csinálni? Tehát újra fölteszi magának az ember ezeket a kérdéseket. És akkor megnéztem a tükörbe, és azt mondtam, hogy itt nincs más. Itt ez van. Szóval tükör segített. Tükör segített. Hát képletesen mondom, de hogy az ember ugye ott lehet választani 3 év, az hosszú idő megint egy színésznőnek. Tehát nem szokták ezt fölvállalni a színészek pont azért, nem azért, mert nem akarnak otthon maradni, vagy lehet, de azért, mert veszélyes. Tehát, hogy ilyenkor az ember kisodródik, jönnek az újak, hova megyek vissza, hogy kerülök vissza. Tehát ez nem könnyű nálunk.
Én azt gondolom, hogy itt téged nagyon könnyen elfogadott a társulat is, és hát a közönség is, és hát olyan szerepek találnak meg mindig, hogy, hogy a dívától elkezdve az összes, akár a Chicago, tehát hogy, hogy minden olyan, olyan szereped, ami, amiben megmutatkozol, az olyan, hogy szerintem az embernek leesik az álla. Ezt ugye tavaly díjazták is egy Vörös Marti gyűrűvel. Igen, így van. Hál' Istennek nagyon sokféle van, bárha ennyit elárulhatok, azért még mindig van bennem színésznői ésség, de ez annyit jelent, hogy tehát már készen érzem magam arra, hogy igazi, komoly. Gondolkoztam, most csak erre térek vissza, monodráma, tehát ami már egy színésznek egy olyan kihívás, ami, na, ott bizony össze kell szedni minden tudást, koncentrációt és felkészültséget. Hát nyilván egy ilyen kihezett időjézőjeles időszak is ez felerősíti az emberbe, hogy na, akkor most már aztán. De amúgy is, tehát úgy mostanában érzem, és merem kimondani, hogy emberként, színészként, nőként így most már összegyűlt egy kis csomag. És megérkeztél. Igen. Hogy most akkor tessék. Úgyhogy, de ez egyértelműen, hogyha így lezárásként ez ide. Hát most már 7. éve így van, vagyok Székesfehérváron. És én is nagyon örülök magának. Tehát társulat az nagyon sokat segít egy színésznek. Vannak olyan színész típusok, akik úgy el vannak, egyedül jönnek, mennek egyik helyről a másikra. Ez is egy típus. Én nem ez vagyok. Tehát nekem tartoznom kell. Nyilván itt is van mozgás a társulaton belül, de az, hogy ide tartozom, hogy itt a kis család, a másik család vagy a második család, az kell. Mint hogy Imrének is tartoznia kell valahova. Ugye nagyon sok helyre tartozol, kezdve a kórustól, a Tilinkó zenekaron át, az iskolát, meg is említsük azért meg egy picit majd. Hát te ugye ilyen zenész, hát, illetve a zene az mondjuk mindig benne volt a ti családotok vérében is, ugye, testvéreddel együtt. Pont ezen gondolkoztam, hogy igaz, hogy pár évtizeddel korábban, de hasonlóan indult, mint a Gabié. Az ilyen utam, mert ugye édesanyám ének magyar szakos tanár volt, és a családban is van egy-két zenész, volt is, meg van is, remélem lesz is. És hát belenőttem abba, hogy énekelünk, aztán később táncolunk, néptáncos voltam a gimnáziumban, diáknapokat nyertünk, meg egyebeket, országosat. És aztán onnan meg egyenes út vezetett a Zeneakadémiára, persze ehhez kellett egy jó tanár, Horányi Otília, aki nem engedett elszaladni, hanem felkészített, és akkor a diplomámat ott megszereztem, utána pedig már is kellett visszavenni a gimnáziumba, ahol tanultam, ahol érettségiztem, mert éppen kellett egy énektanár, tehát korengedménnyel már hamarabb tanítottam, mint hogy az szabályos lett volna, és ott pedig egyszerűen már 1000 csatornán szembesültem munkám eredményével, hogy a kórusokat kellett vezetni, tánccsoportot vezetni, és hát a táncolás mellékvágányaként, azt hiszem, hogy pusztán kíváncsiságból, ilyen amatőr módon, 1, 2, 3, aztán még több hangszert úgy megismertem. Ugye ezt a Zeneakadémián, amikor a Mákvirág együttes táncosa voltam, akkor lestem el a barátaimtól, és aztán így lett később a Tilinkó együttes, hogy eljött az idő, amikor rám bízták a népi együttes, mármint a, ma úgy hívják, hogy Alba Régia tánc együttes zenei vezetését, és hát akkor jött ez a majdnem 30 éves népzenei mozgalom és munka, ami sokszor ilyen éjfélig, ilyen kettőig tartó muzsikálások, és közben meg hosszú próbák, hétvégi munkák, és sok-sok élmény mentén szerveződött, és hát ebből az lett, hogy ma sem tudom, hogy jutottam el idáig, ahol most vagyok, mert ma is ez van. És hát a tanítás az is természetszerűleg jött, mert édesanyám tanár volt, és valahogy egyszerűen, mire észrevettem magam, már tanítottam, úgyhogy az is egy ezek közül, de azt hiszem, hogy a zene szeretete és annak a művelése az, ami közös eredője ezeknek a dolgoknak, meg a tanítás. És hát számos országban megfordultatok így zenekarokkal. Hát az együttesse, meg a zenekarral külön is, igen, hát a Kínától, bár ott éppen én nem voltam, én Indiában voltam, de onnan Kanadáig és Finnországtól, Tunéziáig. Nagyon és egyébként hogy fogadták a zenéteket? Hát mindenhol nagy örömmel, persze máshogyan. Az olaszok szörnyen nem tudnak tapsolni, ezt emlékszem, hogy a
temperamentus, most a zárószámok, ahol vastag szokott lenni, ennyi volt, hogy bravi! Meghajom, nem volt idő, de az örömet éreztük. Igen, de például Tunéziában még el se kezdtük a műsort, mikor egy vége láthatatlan taps orkán tört ki, mert a Botos Józsi kitalálta, hogy ebbe a szertelen, ezerarcú, állandóan mozgó, rendetlen tömegbe, voltak ott tizenvalány, ez a Kartágóban egy ilyen amfiteátrumban, köszöntsük őket egy főhajtással. Bementek a fiúk, egy verbunkossal kezdődik, és annyit tettek csak, hogy így csináltak egyszer. Így. Tiszta csönd lett, ilyen döbben csönd, és utána egy akkora taps, tehát még meg nem is táncoltak, csak köszöntek. De mindenhol örültek, és nagyon szerették ezt, igen, azért a magyar táncok azért, akár a motivum gazdagságában, akár igen. A viseletek, akár pedig a temperamentum a révén, meg a gyönyörű magyar népzene révén. Azt hiszem, hogy világ elsők, ezt komolyan mondom. Népdalokat dudoláztam a lányom, meg amikor csecsemő volt. És hogy aludjon. Volt vagy nem tudom, 8-10 kis rövidebb népdal. Mindig azokat énekelgettem azokat neki. Tehát, igen. Így marad meg. Elemér, te is egy zenész családból származol. Mesélj egy picit, hány évesen ragadta a hegedű a kezedbe? Mert én egyébként ezt így fogalmaztam meg magamnak, hogy téged még nem láttalak hegedűnél, olyan, mint hogy te most is hiányzik, hogy nincs itt vele. Igen, én zenész családból származom. Nagyon sok zenész van a mi családunkban. Az én nagypapám prímás volt, így a hegedűre esett a választásom az ő hatására, és igazából 7 éves koromban irattak be engem a szüleim zeneiskolába. Sárbogárdon kezdtem, ott jártam 2 vagy 3 évig, majd itt Székesfehérváron a Herman László zenészeti zeneiskolába, illetve szakközépiskolába is ide jártam, itt végeztem el. Tehát az iskola elvégzése után én Pesten végeztem a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, a Zeneakadémián, a Imre is, és hegedű művész és tanári diplomámat ott szereztem. Igazából én ezt az egészet az anyukámnak és a drága nagymamámnak köszönhetem, hogy én ezt elértem, hiszen ők támogattak engem mind anyagilag, és mind pedig áldozatos munkájukkal, illetve az, hogy tényleg nagyon sok dologról lemondtak, hogy nekem például, hogy elvigyenek a zeneiskolába, vagy például, hogy a Zeneakadémiára én bejárosként tudtam járni, és tehát nekik köszönhetem ezt az egészet. Egyébként az iskola befejezése után én színházakba kezdtem el dolgozni, többek között a Vörös Marti Színházban, itt Székesfehérváron, és érdekességképpen mondom, hogy az Imre révén kerültünk mi be a színházba, a testvérem Horváth Péter került be elsőnek is, a Hári János című előadás volt még kint, az országalmánál volt ez, ilyen nyári előadásként megrendezve, és ott az énekkarban volt a tesóm, oda kértett fel, és akkor még picike volt, és anyukám annyira féltette, emlékszem, és mondta, hogy Imre, nagyon vigyázz a Petire, mert nehogy leessen a színházba, ott olyan sötét van, amikor voltak a próbák, és ez annyira megmaradt bennem, és tulajdonképpen utána, hogy a Peti bekerült, utána belecsöppentem én egy mély vízbe, mert pont egy hegedűst kerestek, és a tesóm mondta az akkori zenei vezetőnek, hogy hát az én testvérem, ő hegedűs, hogy esetleg ő jöhetne, és azt mondja, hát meg tudja oldani ezt a feladatot, és mondta, hogy szerintem meg, és ahogy bekerültem, és tényleg egy mély vízbe, mert azért a színházba való muzsikálás azért ez teljesen más, azért ott figyelni kell a színészekre, nagyon sok mindenre, zenészekre, tehát az egy összetett dolog, végszavakra. Van olyan is, hogy kisebb szerepet is van. Még igen, igen, hogy szöveg is van, és akkor ezt hogy megoldottam nagyon szépen, és az akkori vezetőség és színész társulatnak is nagyon megtetszett, és onnantól kezdve minden évben a zenés darabokban ben voltam koncertmesterként és színpadi zenészként.
Úgyhogy, és hát említetted ugye testvéredet, Pétert, akivel ugye együtt igen, tulajdonképpen hála jó Istennek, hogy a saját testvéremmel dolgozhatok együtt, és ez nagyon jó dolog. Tehát amikor tényleg nekünk a próbák azok már olyanok, hogy egy szemnézésre, tehát hogy ránézek a testvérem, és már tudja, hogy én most lassítani szeretnék, vagy most mit szeretnék, és tényleg ez egy ilyen kapocs, vagy testvéri kapocs, és egyébként működik más zenészekkel is, így már ezt így felfedeztük, de azért ez, hálát adok a jó Istennek, hogy ez így alakult. Nagyszerűen veszik különben a színházi instrukciókat, és mindenféle színész és rendezői kéréseket ilyen alázattal odafigyelve, és tényleg öröm velük dolgozni, az a helyzet, hogy az ember tragédiája kettő. Az egyben nem vagytok, ugye? Már voltunk. Igen. Olyan régen volt. Csak akkor el voltunk bújva. El voltok, így van. Igen. De ott viszont a színpadon vagytok velünk. Igen. Így van. Úgyhogy nyilván ilyenkor egy próba közben ezer változtatás van, ugye hát csak egy verzió is szépen benne a kottába, hát a lótúró. Ja, mégse az a végszó, mégse abban, azt vágd már meg. Jaj, ott húzzatok valami, hogy közben is majd oda kapcsold vissza. Tehát ezeket ők mind remekül tényleg figyel ránk is, meg a rendezői kérésre is. Köszönjük. Én azt látom, hogy nagyon alázattal álltok a munkátokhoz, ugye anélkül ez nyilván nem is menne. Mit jelent nektek ez a szó, hogy alázat? És egyébként én azt látom, hogy mindegyőtök szerény. Egy szerény ember, semmiféle elszántság semmilyen téren nincs bennetek. Elszántság van? Elszántság, igen. De elszántság. Az nem zárja ki a szerénységet egyébként. Igen. Az alázatság az pedig az, hogy tényleg vannak olyan zenészek, így valljuk be, hogy akik dicsérik magukat, hogy ők ilyen jó zenészek, itt léptek fel, ott léptek fel. Sokszor tőlem is megkérdezik, hogy miért vagyok annyira szerény. Tehát igazából én mindig azt mondom, hogy a közönség döntse el, hogy mennyire tetszem én neki, vagy amit éppen csinálok, tehát a muzsikálás, ahogy én hegedülök, és én mindig a közönségre bízom ezt a külvilágra. Tehát ez csak így működik szerintem. Hogy... Hát én azt hiszem, hogy ez szerintem hozza azért otthonról is az ember, ugye? Tehát alapvetően, ha az ember nem olyan, akkor elég nehéz aztán kikalapálni belőle, valljuk be. De az biztos, hogy én aztán a színművészeti, most már egyetemi főiskolára jártam, még fura ez neki, tehát egyetem. Ott a Horvai is egy nagyon tekintélyt követelő tanár volt, tehát nem voltunk, most ilyen egyszerűen mondom, ez a haveri braty, tehát egyszerűen nem ez volt a nexus, tehát nem ebben nőttünk föl 4 éven keresztül, tehát ott volt egy, tudtuk, hogy ott tisztelet van, de azon kívül meg én elmondhatom például a mostani társulatról is, tehát hogy valahogy, ha az a produkció összessége a cél, ugye ez is hozzátartozik, tehát hogyha én azt látom, hogy mi szolgálja, hát nyilván van egy természetes, anélkül nem is lehet, ugye az exhibíció nélkül, mert akkor nem akarunk kimenni 500 ember elé, de hogyha az nem, tehát szerintem például azt akarom kibökni itt nálunk ebben a színházban, vagy ebben a társulatban, például ez is egy érdekes, hogy valahogy így jöttünk össze, hogy ez úgy általában jellemző, hogy van egy produkció cél, hogy az kész legyen, az meglegyen, ha olyan helyzetben vagyunk, akár össze tudunk fogni, vagy akár tudunk segíteni egymásnak. Hát ez klassz. Tehát, hogy nem egymás ellen kell dolgozni. És hát ez is egy csapatmunka. Ez is egy csapatmunka. És hozzáteszem, ahogy így hallom, ez azért nem jellemző. Tehát azért mégiscsak azt halljuk, jelen pillanatban is most mindegy, akár budapesti színházak sokasága, hogy lehet, hogy nagyszerű színház, de ott belül mondjuk igencsak kőkeményen megvan az, hogy én. És majd, ha én azt mondom, és akkor nyilván X színész vagy színésznő ezt kivívta magának. De ha egy picit zárszóként, hogyha már Töröcsik Mária ugye most elment, ugye ő mondta azt mindig, ami szintén egy ilyen alázathoz vagy szerénységhez kapcsolódik, vagy most például valamelyik nap az egyik interjúban, hogy az ahhoz, hogy minél jobbak legyünk, muszáj állandóan ezt a kérdőjelet is fönntartani, és ez valóban így van. Tehát ugye... az amikor hátradől, és de megcsináltam, akkor az ott biztos, hogy nem stimmel, és ha elmondhatok egy konkrét példát, akár a saját bőrömön, hogy ez hol koppintotta a sors az orromra, az pont a Chicago volt, tehát már lejátszottunk belőle 10-akárhányat, és nem azt mondtam, hogy hú, de frankó vagyok, csak azt éreztem, hogy már a kezemben van, volt egy biztos érzésem. Már nincs görcsbe a gyomrom, tudom a belépést, a táncot, stb.
és a szóló részemnél 4 sor blackout. Így úgy. És ott így ment az, hát olyan életre szóló élmény, az biztos, és számomra inkább ez egy olyan jel, hogy nem, Gabi, nincs olyan, hogy... És akkor onnantól kezdve megint minden előadás előtt, akkor is végigtáncoltam, akkor is végignéztem, ha úgy éreztem, hogy tudom, muszáj, nincs mese, úgyhogy be is fejeztem, csak hogy mondom, hogy itt a halázatról megtanulja az ember. Ezek is figyelmeztetik az embert, és aztán az, hogy ő milyen ember, az mindenképpen benne van abban, hogy szerény vagy nem. Tehát, hogy ő maga milyen. És hát a közös munka, amikor alkalmazkodva, mégis magamat kibontva, vagy kibontakoztatva kell elérnem azt a célt, amit szeretnék hallani. Igen. Ez megtanítja az embert szerénynek lenni. Szerintem, mert én nem tudom, ízlés kérdése, de én is pont színészekre gondoltam, akik akár a gesztikulációjukkal, akár az egész nagyon erőteljes kifejezni akarással, és ezek kicsit, hát ebben van egy fajta agresszivitás, nehéz észrevenni, vagy megfogad, de az, ezzel tulajdonképpen nyomja a másikat, a másik oldalon ezt a vérszívónak is szokták mondani, aki ott van az a szép magyar mondás, hogy többet észel, mint erővel, tehát magvas, finom gondolatokat nem lehet asztal csapkodva, meg maga mutogatva kifejezni és átadni másnak, úgyhogy több forrásból származik egy-egy embernek a szerénysége szerintem. Mindegy, jöttök a professzionalizmusra törekszik, illetve maximalista, inkább mondjuk így. Itt a műsorunk vége felé 1-2 percünk van, és hogy egy kicsit vidámabban érjen véget. Mit gondoltok, van-e olyan sztoritok, mint mondjuk ez a, amit te említettél, csak az neked nem volt annyira vicces, van-e olyan vicces történetetek, akár egy baki, mert hát nyilván mindenkinek van ilyen, vagy bármi olyan, ami egy-egy előadáshoz kötődik? Látom, nagyon el kell gondolkodni rajta. Sok van. Van rengeteg. Nem mi szalonképes. Eszedbe jut egy szalonképes? Jó, hát ha nem is poén, most csak így, mert hogy már táncról beszéltem, így visszajönnek a képek, hogy milyen körülmények között léptünk föl. Tényleg is a vége felé már azt mondtuk, hogy ezt már nem lehet überelni, már, de mindig volt egy újabb helyzet, amikor azt mondtuk, hogy na, ez még nem volt. És most adódott be, amikor Finnországban egyszer szerepeltünk egy olyan színpadon, ami egy tengerszemen, egy ilyen kis tavacskán volt ácsolva hordókra, néptánc műsor. Úszó hordók, valahogy összeerősítve, és akkor, az igen. És akkor ott próbáltuk muzsikálni, és az említett szatmári tánca, ugye? Hát azt úgy tudtuk megcsinálni az egész műsort, hogy két táncost kiiktattak a műsorból, és nekik az volt a dolguk, hogy lehasalnak a színpadra, és így két-két lábat, így fogják a cimbalom lábát, hogy nehogy beletáncoljon a vízbe. És közben az egész így hullámzott, és én nem is tudom, hogy nem kaptunk tengeri betegséget, de a közönség azt teljesen normálisnak látta, biztos már más is küzdött ott, és hát amikor kijöttünk, akkor egy kicsit a biztonságérzetünket visszakaptuk, mert ott ez kemény volt. És hát ilyenekből rengeteg van, ugye az előre nem látható problémákból, amik ellenére, vagy amik mellett mégiscsak meg kéne azt tenni, amiért oda mentünk, tehát az a műsor is szépen lement, csak egy kicsit életveszélyben veszünk magunkat. Gabi, neked van? Most ilyen apróságot teszem, hogy biztos van, de nem tudom valahogy. Mindig ilyen képek, és nyilván az fokozza az emberbe ezt, hogy el nem nevesse magát, mert ugye, hogy nem lehet. De hát amikor azt hiszem, az Egyed Attilának kellett pofont adnom, és elég jól sikerült. Egyrészt azt mondják, hogy ilyen a vörös újlanyok, mondok az arcá, és hát ugye utána a jelenet hátra lévő részében, hát nagyon mérges voltam rá utána is, már mint amit azt kellett játszanom, de mindig próbáltam odanézni az arcára, hogy Istenem, mikor tűnik el, de azt hagyján, de volt rajta egy bajusz, ami ettől félig lerepült. És akkor ő ezt egészen nem vette észre, és akkor, hogy én próbáltam neki jelezni, hogy a bajusz. Tehát ezek viccesek, mert ugye ott az ember nem szabad, és akkor minden inkább nem szabad, annál inkább. És egyébként a próbákon élesben ment? Vagy ott csak eljátszottatok, és a színpadon meg hát az igazság, ez is lehet, hogy nem jó reklám,
tudom, a színpadi pofon az milyen, mert én mindig úgy próbáltam nem a dópártyáját bevenni, természetesen fülére vigyáztam, egy kicsit úgy az arca mellé, de azért volt, amikor úgy ő is úgy fordult, én nekem is úgy érkezett, de derekasan állt a különben. Elemérnek ez? Hát, most így hirtelen, ami eszembe jutott, hogy Tihanyban voltunk a Bújtor István szabadtéri színpadon, a Bormámor szerelem című előadással, és hát én és a testvérem voltunk a zenészek, és már a vége fele tartott az előadás, mikor elszakadt az egyik úrom. És hát ugyebár nekem a hegedűn ilyen mikroport van, ez a rádiós mikroport, hogy én ki tudok menni a közönséghez is, tehát tudok járkálni a színpadon. Hát én gyorsan az öltözön beleszaladtam, és hát kicseréltem a húrt, tehát kb. 2 perc alatt ki tudtam csinálni, és akkor a közönség persze azt hallott, hogy mi? Tehát egy húztam az új húrt meg, hangoltam, és akkor csak nézték, hogy mi lehet ez, és akkor gyorsan visszaszaladtam, és folytattam, és kérdeztem utána, hogy lehetett hallani? Elkezdi, hát kikapcsolhattad volna a mikroportodat, igen, mondom, igen, csak nagyon siettem, úgyhogy lehangoltam igen, igen, behangoltam, igen. Még nem tudom, mennyire szalonképes még. A Vígszínházban voltam gyakorlaton, és hát mindenki mikroport volt, és egyik, hát kiment a mosdóba. Az, jó, az is jó. Mert csak itt eszembe a mikroportról, és mi nem voltunk a színpadon, és be volt adva. Olyan nekem is beszélt a mikroport. Ez egy ilyen tipikus 80-as évekbeli dolog volt. Agárdon, az Agárdi nyara, vagy Velencetavi nyár, az volt a neve, mindig egy műsorra nyitotta a népi együttes. És elmentünk oda, és hát a primásunk otthon felejtette a hegedűjét. Az szép. És a másik hegedűsünknek meg körülbelül 5 szál szőrszár volt, ja, a fa fölött. Tehát tulajdonképpen a fa vonóba. Úgyhogy, de tulajdonképpen nem volt nagy baj, mert az eső elmosta a műsort, tehát nem igazán történt meg. És ami utána, ezután történt, hogy másnap megjelent egyfajta hírlapban, hát Fejér megyén adták ki, azt mondja lapot, hogy óriási sikert aratott az együttes a Velencei nyár. Tehát tudjuk, hogy elmaradtam is. Igen. Ezért több minden dolgot is magába foglalt, nagyon érdekes történet volt. Na hát én örülök, hogy itt voltatok, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, jó látni, hogy itt vagytok és mosolyogtok. Én egy dolgot hiányoltam, csak mellőletek, mögülettek a hangszert és a színpadot, de remélem, hogy abban bízunk, hogy legközelebb már ilyen körülmények között is tudunk találkozni és beszélgetni. Úgyhogy további kitartást kívánok nektek, és hogyha majd visszatérhettek a színpadra, akkor sok-sok sikert. Viszont örülök én is, hogy itt lehettem. Köszönjük szépen a meghívást. Önöknek pedig köszönjük, hogy itt voltak velünk, legközelebb is lesz nálatok, mizu tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!